Köszöntöm a Telena magazin nézőit! Történeti áttekintéssel és koszorúzással emlékeztek meg az aradi vértanúkra Tolnán. A szónok Novotné Bán Erzsébet a Szent István Gimnázium igazgatója volt, aki beszédében rávilágított azokra az eseményekre, melyek a 13 tábornok kivégzéséhez vezettek. Október 6-ára az aradi vértanúk kivégzésének évfordulójára emlékeztek az összegyűltek. A tolnai szokásoknak megfelelően ezen az ünnepen nem a hivatalos politikai képviselők tartanak meg emlékező beszédeket, hanem a városi közélet egy hiteles személyisége emlékezik meg a 48-as forradalom elbukására, a világosi fegyverletételt követő, az osztrák uralkodóház bosszúvágyától vezérelt megtorlásokra. Ezúttal Novotné Bán Erzsébet a Szent István Katolikus Gimnázium igazgatója megemlékezésében rajzolta meg a hajnaúj rémtettek hátterét. Amikor 1848 őszére számukra kedvezően alakult a helyzet, Ferdinánd feloszlatta a magyar országgyűlést, és az osztrákok kihirdették Magyarországon, hogy aki magyar oldalon harcol továbbra is, az fegyveres lázadást követel. A bécsi udvar politikájában december 2-án látványos fordulat történt. Lemondatták Ferdinándot, és a 18 éves Ferenc József ült a trónra. Ő már nem követte el azt a hibát, amit elődje, vagyis nem tett esküt a magyar alkotmányra. Ezért a Magyar Országgyűlés vissza is utasítja Ferenc József trónra lépését. Igazából még csak ekkor kezdődik az igazi küzdelem, a szabadságharc a Magyarországra betörő osztrák csapatokkal szemben. 49 tavaszára a honvédsereg kiszorította az osztrákokat az országból, akik ekkor Első Miklóshoz, minden oroszok cárjához fordultak segítségül. A 300 ezres orosz haderő megjelenése pedig a forradalom végső elbukását eredményezte. Görgei egyfajta üzenetként nem az osztrákok, hanem az oroszok előtt tette le a fegyvert. Ezt adolta meg véresen Ferenc József és megtorlásának véghezvívője, az osztrákok által sem közkedvelt Hajnaú volt. Ez a fegyverletétel tehát az osztrákok arculcsapása volt. Jakob von Hajnaú, a Magyarországra betörő császári sereg főparancsnoka, már júliusban megfogalmazta, mit fog tenni remélt győzelme után. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden császári királyi tisztet, aki a forradalmárok szolgálatába állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestől írtom ki a gazt. Hajnaú ekkor 63 éves, akiről saját tábornokai is úgy vélekedtek, hogy a legjobb volna nyugalomba helyezni. Hiába akart kegyelmet még a győztes oroszok cárja is, Ferenc József hajthatatlan volt. A kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk. Az ítélet, 4 fő, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Lázár Vilmos, Svedl József részére lőpor és golyó általi halál, ami az enyhébb büntetést jelentette. 9 tábornokot, Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Török Ignácot, Vécsei Károlyt, kötél általi halálra ítéltek, ami önmagában is megalázó, becsületvesztő büntetési mód, amit csak köztörvényes bűnözőkkel szemben alkalmaztak. Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 aradon fogva tartott tiszt kivégzését Hajnaú szándékosan október 6-ára a bécsi forradalom és Latour hadügyminiszter meggyilkolásának évfordulójára időzítette, amivel egyértelművé tette, hogy az eljárások célja a bosszú és nem az igazságszolgáltatás volt. Az aradon kivégzett tábornokok mellett körülbelül 130-an vértanúk lettek, mert egy polgári alkotmányos Magyarország megszületését és megőrzését szolgálták. Rájuk emlékeznek szerte az országban, így Tolnán is.
Tolnaváros monográfiájának alapján készült el az a kiadvány, mely alapvetően az iskolásoknak készült tananyagként, a város történetét bemutató dolgozat Link Juditnak, a könyvtár vezetőjének munkája. A Magház és a Tolnai Kulturális Központ közös pályázatának elnyerése után került sor arra a kezdeményezésre, hogy Tolna történetének monográfiája alapján készüljön el egy rövid, de olvasmányos kiadvány a város történetéről. Nekem volt egy félig kész változatom egy Tolna történetéből, ezt egészítettem ki. Ez nem úgy kell elképzelni, hogy én saját kutfőből, illetve kutatási anyagból csináltam. Ez sokkal egyszerűbb dolog. 1992-ben Tolnán megjelent egy nagyon jó könyv, a Tolna monográfia. Ez egy nagyon vastag szakkönyvi kiadvány, szakkönyvi nyelvezettel. Sajnos hiába van rengeteg jó információ és érdekesség benne, a szak nyelvezete miatt nagyon kevesen veszik ezt kézbe. Én úgy gondoltam, hogy ezt lerövidítve, érthetőbbé, érdekesebbé téve csinálok egy kiadványt belőle. No, ez készült most el. A kiadványban röviden végigjárhatja az olvasó a város történetének érdekesebb eseményeit. Római kortól 1945-ig felvillantva az érdekesebb, fontosabb dolgokat. Hülyen követi természetesen a monográfiát, tehát ez rajta is van a könyvön, hogy a Tolna monográfia alapján egy rövidített változat. Felsős általános iskolás gyermekek számára, illetve gimnazisták számára készült ez a könyv, de természetesen úgy készült, hogy kicsit komolyabb azért a gyermek regényeknél. Felnőttek is nyugodtan kézbe vehetik, egy szórakoztatóbb szakkönyv és olvasmány lehet ez. A Tolna rövid története című kiadvány hivatalos bemutatója megtörtént. Mostantól minden érdeklődő számára elérhető a város életének rövid története. A reklám után városi sétára indulunk az Újra dolgozni Tolnában Egyesület vezetésével. A program részleteit perceken belül megtudhatják, maradjanak velünk. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szendrési utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5.
Folytatjuk is a Telena magazint. A helyi kötődés megerősítéséhez szükségszerű, hogy az emberek megismerjék lakhelyük történetét és azokat az értékeket, melyek meghatározzák a városukat, mondta Weissné Szabó Magdolna, az Újra dolgozni Tolnában Egyesület titkára. A szervezet éppen ezért indított egy több részes városi sétát, melyben a résztvevők megismerhetik Tolna épített kultúrájának legfontosabb értékeit. Az Újra dolgozni Tolnában Egyesület négy alkalomból álló sorozatával a kötődést szeretné növelni mindazokban, akik szeretik lakóhelyüket. Weissné Szabó Magdolna a szervezet titkára azt mondja, az identitás erősítéséhez elengedhetetlen a múlt történetének ismerete. Freud körülbelül úgy fogalmazott, hogy egészséges ember az, aki szeretné és dolgozni tud. Az egyesületünk ugye az Újra dolgozni Tolnában Egyesület, ezt nagyon alapmotívumként tekinti, és a munka mellett a szeretet az egy nagyon lényeges elem. És annak az alapja a kötődések. És úgy véljük, hogy annál egészségesebb egy ember, minél erősebbek a kötődései. Ebben a felhívásban, mire reagáltunk, amúgy is volt egy olyan szempont, hogy jó, hogyha figyelembe vesszük a helyi identitást erősítő tevékenységeket. És ez így nagyon egybecsengett az amúgy is meglévő terveinkkel, vagy szempontjainkkal. Tehát az már egy társadalmi probléma is, hogy az elidegenedés, az elszigetelődés hatása az hát elég tovagyűrűző problémákat vet fel. Na most, hogyha erre még így kicsit fókuszálunk, hogy helyben, az a hely, ahol jól tudjuk érezni magunkat, még értékes is, és ezt így gondolták 100, meg 200, meg 500 évvel ezelőtt is, az szerintem nagyon sokat hozzátesz. A tervek szerint a különböző alkalmakkor egy-egy korszakot felölelve vehetnek részt a kíváncsiak a sétákon, melyeket Lajtai Zoltán építész vezet. Történetünk, a múltunk, egy embernek is az életét, hogyha végig gondolja, a szembe tud nézni a gyerekkorától a múltjával és minden dologban, önkritikával végig gondol mindent, azzal hát nem lesz mindenható, de az adott korban optimálisabb tud lenni minden cselekvése. Hát itt a mi minden, hát a meglévő épületeink, azoknak a története, azoknak a üzenete, a történelmünk, az én már sok városnak végignéztem a történetét, a feleségemmel együtt ugye házaknak a történetét, városok történetét, hát szívszorító, hogy mik történtek ezekben a történelmi időkben, és időnként meg szívderítő, ahogy egy-egy felvirágzás egy-egy helyen megvolt, és minden közösségnek más a hangulata, más a személyisége, minden városnak ezért más a személyisége. Csak ezért elmegyünk külföldre, meg mindenhova megyünk turistáskodni, azt Magyarországon meg sokszor pusztítjuk ezeket a szép kis házacskákat, illetve ezt a festői sokrétűséget, mert az embert az gyönyörketteti, hogy a rend és a rendetlenségnek egy sajátos ilyen egyvelege. A séta első részében az Altalipa, vagyis a római magaspart korszakát elevenítették föl, kiemelve ebben a Dunát és a tolnaiak dunai kötődését, mely azóta is tart. Finomabbnál finomabb paprikával készült ételek készültek a tolnai Festetics utcában. A rendezvényeikről városszerte ismert vándorló szépkorúak ugyanis mini lecsó fesztivállal köszöntötték az októbert. Lecsófőzéssel köszöntötték az október Tolnán a helyi vándorló szépkorúak a hónap első szombatján. Októberfestet hirdettünk meg, és ezen belül egy lecsófesztivált. Egy közös ebéd, egy közös beszélgetés, egy kis nótázás, és erről fog szólni. Múlt hónapban volt ez a halfőző ugyanitt ezen a helyszínen, és annyira jól érezte a csoport magát, hogy
azt gondolták, hogy megint jöjjünk össze, és most kitaláltuk ezt a Lecsó Fesztivált. Ne legyen halászlé, ne legyen babgulyás, legyen egy őszi étel, egy nyárvégi étel, ilyenkor beértek a paprikák, nagyon finom az ízük nekik, és egy Lecsó Fesztivált csinálunk. A színes programjaikról ismert tolnai közösség tagjai most is kitettek magukért. Különlegesebbnél különlegesebb paprika és hagyma alapú finomságok készültek ugyanis. Hát ezt most ilyen svábos féle. Először is a szalonnát, kis érett csonkát szeletekre vágva meg lesz pirítva, annyira, hogy a zsírja már megbarnult, még kezd barnulni, akkor lesz betéve a hagyma. És a hagymának meg kell puhulni, és amikor puha lesz, akkor kerül be a paprika. És akkor a paprikának a fele egyszer be lesz téve, és amikor az vizet engedett, még leülem, akkor lesz a többi. És akkor ezt keverni, még kavarni, nehogy oda égjen a lábos alá. Tolnán nem csak kolbászt tettek a lecsóba, volt olyan szakács, aki ennél sokkal merészebb volt és csülkös lecsót készített. Kevéske kis kolbásszal is meg lesz bolondítva, utána megkapja a paprikát, tévé paprikát, paradicsomot, de még teszünk rá egy kis fűszereket a csülök mellé kell, egy kis pár iriszt fokhagymát is tennem, őrölt borsot. Hát egy picit eltér a hagyományos lecsótól, mert itt egy kis több a fűszerezése. Összesen 6 különböző féle lecsó készült a tolnai Festeti csukcában. A tolnai szépkorúak pedig arra is adtak, hogy a jó ételek mellé finom ital is jusson. Ó, te nedvek, nedve! Melyet így egyszerű szóval illetünk, te italok itala, emberke kenyere, mennyi jót és szépet adtál nekünk? Mikor learatnak és kifőznek, nem is sejtette se, melyik májad boldogít, ó, te embereke! A vándorló szépkorúak a város egyik legaktívabb közössége. Az év szinte minden hónapjában tartanak jó hangulatú összejöveteleket. A tolnai sportcsarnokban az Apacuk a gyerekzenekar adott koncertet, a bezártság utáni lehetőséget kihasználva szép számmal látogattak ki a kisgyermekes családok. A gyerekek jókedvel fogadták és együtt énekeltek, táncoltak Pálfi Krisztával, az Apacuka zenekar énekesnőjével a tolnai sportcsarnokban. A formáció üdesszín volt a magyar palettán. Elsősorban óvodás és kisiskolás gyermekek számára írnak színesen meghangszerelt verseket, dalokat, illetve magyar költők megzenésített verseit adják elő. Mai napon is egyrészt ugyanazzal a lelkesedéssel készültünk, mint ami eddig is jellemződött a zenekarra, hogy 120%-kal jövünk mind a négyen, illetve plusz egy kollégával, aki technikus kollega, így öten, és alapvetően mindig az a cél, hogy a közönségre hangolódva eljutassuk a kicsiket és a nagyokat a csendes ülős kezdéstől egészen a táncolós, vidám, együtt örülős részig, és ennek megfelelően vannak líraibb dalok a koncerten, és vannak természetesen az elhagyhatatlan és kihagyhatatlan slágerek, amit nyilván mindig mindenki szeretne hallani, ezek szépen be vannak építve a koncertbe, plusz a felnőttek kedvéért, és a mi örömünkre is vannak rockzenei betétek, amikkel szórakoztatjuk egy picit a fölnőtteket is, hogy ők is élvezzék ezt a mulatságot. A dalok mindig saját dalok természetesen, hiszen az Apacukának most már 3 nagy lemeze van, és mind a 3 lemez az saját kútfőből, illetve én, mint dalszövegíró szerzem a szöveget, és a srácok ügyesen
szerzik hozzá a zenét, komponálják, és ebből szoktunk mazsolázni annak megfelelően, hogy a közönség éppen milyen hangulatú. Sokszor ehhez is igazítom, hiszen amikor kimegyek a színpadra, már akkor az első visszaköszönésből tudom, hogy mennyire lesz aktív, mennyire lesz befogadó, hogy inkább a csendesebb, vagy a halsányabb mulatságot szeretik. Ez mindig ott dől el. Ez az improvizáció a része, ettől lesz mindig élő a zenekar, ettől lesz mindig olyan közvetlen, hogy igyekszünk a közönség kedvében járni a pillanatnyi helyzetnek megfelelően is. A Családfánk című lemezünkről a Családfánkkal fogunk kezdeni, mert az egyik kedvenc dalom ez, és azért, mert ez szólítja meg a családokat, a kicsiktől a nagyokig, és szól mindenkinek, és pontosan annyira kellően jó hangulatú, de még nem túl gyors, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni, és át tudja venni az élő koncertnek a hangulatát. Pontosan arra építünk, hogy a gyerekek örökmozgóak, azt természetesen mindig tiszteletben tartom, valaki nem szeretne részt venni, vagy úgy vesz részt, hogy maga kis csendes, ülős módján, az ő anyukájának az ölében, vagy az anyu mellett szeretne, akkor az az ő szíve joga, ő úgy élvezi, vagy ha neki hangos, akkor hátrébbül és onnan hallgatja a koncertet, és természetesen van olyan, akik már az elsősorban rágják a színpad szélét, mert neki az az öröm, hogy ott lehet és részese lehet annak az élménynek, amiben éppen akkor belecsöppen. Úgyhogy ez is olyan, hogy alkalmazkodunk a gyerekközönséghez, de természetesen a mozgás öröme, a zenei élő koncertezés öröme és élménye az egyértelműen a gyerekeket magával sodorja és viszi és vonza, és mi ezt szeretjük, amikor látjuk, hogy ők is mozognak és táncolnak. És persze, aminek még jobban örülök, hogyha anya-apa is bekapcsolódik, és ő is táncol és részt vesz a maga habitusának megfelelően. A hajó csupa 9, erre ricseri, 10, kifolyt a sok víz. Egy kezemen sok az ujjam, két kezemen rengeteg, megszámolni alig bíró, segítsetek hát gyerekek, meg! Egy, ki, há, négy, na hát itt van még egy, legyen ez az ötödik, teljes a képet, 6, 7, 8, 9, és ez a legkisebb. Ebben bízunk, hogy ebben a fura helyzetben most is leszáll lehetőségünk, hogy találkozunk a gyerekekkel, bár az igazság az, hogy sokakat visszatart most ez a nagyon fura pandémiás helyzet. Ettől mi is kicsit szomorúak voltunk, hogy sok kimaradás, meg elmaradás volt, meg sok koncertet nem tudtunk megtartani, de nagyon bízunk benne, hogy ez is el fog múlni, és talán jövőre megduplázódik a lehetőség a találkozásra és a koncertezésre. A csapatunk 12 esztendős, megegyezik az ikreimnek a számával, mármint, hogy 12 évesek az ikrek, és Viktor és én, Viktor a férjem és gitárosom alapítottuk a zenekart, és csatlakozott utána Válóczi Balázs, a dobosunk, majd Veres Péter basszus gitáros, és így ez a csapat töretlenül és töretlen lelkesedéssel tart ki egymás mellett, mind zenében, mind barátságban. Mi egyébként nagyon régóta barátok is vagyunk, és először voltunk barátok, és csak utána lettünk zenésztársak, és talán ez az apacukának a titka, hogy nagyon szeretünk egyébként is együtt tölteni szabadidőt a családjainkkal, a gyerekeinkkel, sokszor megyünk közösen kirándulni, közös programokat tartunk, közös vacsorát, ez egy olyan csapatépítő jellegű esemény, és természetesen mindig nagy élmény, ha együtt megyünk fellépni, és utazunk együtt a turnébuszban. Ez a 12 év, ez nagyon-nagyon-nagyon tartalmas, és nagyon vidám volt. Az apacuka ettől olyan talán szerethető. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!